Sziasztok gamerek, remélem mindenkinek jól törik a napja, és végre sikerült a Wargamingnek megoldani a problémát, és odaadták nekünk a kísérleti felszereléseket, amit már egy hónapja oda kellett volna adni, úgyhogy végre sikerült ezt megoldani nekik. Ebben a videóban szeretném elmondani a legfontosabb tudnivalókat ezekről a felszerelésekről, illetve mutatok nektek egy replay-t, és ott beszélek arról, hogy mi a véleményem erről az egész témáról, úgyhogy kezdjünk is ennek neki. Ugye hol ezeket a felszereléseket, ugye belementek a felszerelés menübe, és itt jobbra lesz a kísérleti felszerelés. Azt fogjátok látni, hogy mindegyik új felszerelésből, tehát a túlélőképes, növelő csomagból, a mobilitásavító rendszerből, illetve a tűzvezető rendszerből kaptok ugye kettő darabot, és a hat felszerelés mindegyik ugye egyes szintű lesz, hiszen ezek a felszerelések úgy működnek, és hatosan működnek, mint a banti felszerelések a Battle Passból, hogy upgrade-elni kell őket, és Ugye hogyan tudjátok ezeket a felszereléseket upgrade -elni? ugye ezekre a komponensekre van szükségetek, amit ugye ezeret fogtok kapni, tehát ugye láthatjátok nekem 600 van itt, én már upgrade egyet a tulajdonképesség növelő csomagot, egyes szintről kettes szintre, ami 400 darab alkatrészbe kerül nekem, és egyébként kettes szintről hármasra fölmenni, az 2000-be kerül, tehát ahhoz, hogy egy felszerelést egyes szintről hármasra felhúzatok, 2400, felszre, 2400 alkatrészre van szükségetek. Na most a mostani felvonásba 2500 alkatrészt tudtok szerezni, tehát egy felszerelés ki tudni húzni teljesen, vagy mondjuk több felszerelés fel tudtok húzni kette szintre, de én azt ajánlom, hogy inkább egy felszerelés húzatok fel um, hármas szintre, az a sokkal jobban fogtok járni, és keresetek, hogy melyik az a felszerelés, az szerintem először a, a sorrend az a HP boost, utána a turbo, utána pedig a tűzvezető rendszer, én ilyen sorrendben fogom őket kihúzni, és keresetek, hogy oké, és elit kapok, ezer darab uh, alkatrészt, honnan szerzem meg a maradékot? Kap kaptok ugye küldetéseket, rámentek a küldetés fűre, hogyha itt lejjebb tekertek, ott állni fogtok egy olyat, hogy kísérleti felszerelések. Láthatjátok, hogy ezt egészen április hétig van időtök megcsinálni, tehát nem kell feltétlenül annyira kapkodnotok, és ugye a lényeg az az, hogy naponta egyszer tudjátok megcsinálni, és öt ilyen küldetés van hátra, tehát öt ilyen küldetés kaptok, tehát ez, kell, ez az öt küldetés kell beosztanotok egészen április hétig, de hogyha nagyon gyorsan ki akarjátok húzni, akkor, akkor is ugye ma öt napba fog telni nektek, Mire, uh, mire ki tudjátok húzni, mivel naponta csak egyszer lehet ezt ugye teljesíteni, és láthatjátok ugye 300 darab um, alkatrészt tudtok érte kapni, és ugye ezt megszorozzátok ugye tel akkor 1500. Uh, komponens, vagy bocsánat, srácok, felszere, mindig keverem ezt a nevet, alkatrészt tudtok kapni, plusz még ott van nektek az az ezer, tehát összesen 2500 at tudtok szerezni, és ami még fontos információ erről a felszerelésről, amire mindenképpen oda kell figyelnetek, hogyha összeraktok egy hármas szintű, tehát elhasználtok a 2500-ból 2400-at, marad 100 darab e, alkatrészetek. És ugye ezeknél az új felszereléseknél úgy működik a dolog, hogy míg az egyes szintűt le tudtok szerelni e, aranyér, illetve kitér, addig a kettes, illetve ve a hármas szintűt azt hiszem 100 darab uh, alkatrészért tudtok csak leszerelni. Úgyhogy mi jól meg kell gondolnotok azt, hogy um hogy milyen tankra rakjátok rá, mert mivel jelenleg máshogy nem lehet szerezni, csak ezzel a küldetések, illetve most amennyit kaptunk, ki tudja, hogy mikor rakják be ugye a következő eventet, ugye már azt mondta a Wargaming, hogy különböző eventek alatt lehet szerezni. Battle Pass például, acélvadász, célvadász, Steel Hunter, Steel Hunter vagy acélvadász ugyanaz, mi az, Frontline, tehát ezeknek a különböző eseményeken fogják majd ugye ezeket berakni, tehát jól meg kell gondolnotok azt, hogy melyik tankra rakjátok rá, főleg aki cv fog most, annak még egyszer gondolj hogy mondjuk az őrlire vagy a csiftére, vagy a 907 re rakja rá, mert nem fog tudni annyit cserélgetni. Ugye maximum annyit tudtok tenni, hogy ugye itt van egy -e szerez komponenseket, és ha olyant, olyat, amit nem használtok, azt így esetleg össze tudjátok törni. Ugye láthatjátok, hogy ha egy egyes szintet összetörtök, akkor ugye 200 darabot ugye ki tudtok hozni belőle, de erre mindenképpen odafigyeltek, hogy, hogy nem tudtok annyira szabadkezűen rakosgatni ide-oda ezekből a felszerelésekből. Úgyhogy srácok, szerintem, amit kellett, azt elmondtam itt a felszerelésekről, úgyhogy Úgyhogy ugorjunk rá a visszajátszásra, és akkor elmondom ott a véleményemet erről az egészről. Itt is vagyunk a visszajátszásnál, és láthatjátok, hogy használom a két új felszerelést, ugye használok ugye HP boostot, illetve turbót az újfajta felszerelések közül, és hol is kezdjem srácok a véleményemet? Talán ott kezdeném az első ilyen nulladik pontnak, hogy ugye a Wargaming, amikor berakta ezeket az új felszereléseket a Tesszebere, megkérdezte a CC-ket, hogy mit gondolunk róla. És szerintem az összes CC, t az összes tartalomgyártó, youtuber, Twitch, streamer, akik ugye több tíz éve, vagy több, éve játszanak már a játékot, valakik tíz éve játszák, elérték a játéknak a maximum szintjét, profi játékosok is voltak, mind egybe azt mondták, hogy nem kérünk ilyet. Nem kell a World of tanks ilyen, nem kell tovább bonyolítani a, a, dolgokat, és azt gondoltuk, hogy ez a Wargamingre valamilyen szinten hatással lesz, de nem lett rá hatással. Ugyanúgy behozták ezeket a felszéléseket, bocsánat, nem ugyanúgy, mert nerfelve lettek, mint ugye most a HP busznál nem 11% HP boostot kaptok, hanem csak 9-et, de most ha belegondoltok, ugye egy lila HP boost 12,5%-ot ad, én azt gondolom, hogy egy tang, tehát a legtöbb tanknál mit tudom én, mondjuk 70-80, akár 100 HP különbség is lehet, de én inkább például azt a 100% modul védelmet részesítem előnybe, tehát nekem most sokkal sokkal fontos, amint mondjuk százal több hp m legyen. Úgyhogy ezek a felszerelések még mindig szerintem túl op lesznek, és az a gond ezekkel, hogy főleg azoknak a játékosoknak, akik kompetitív szinten játszanak, legyen az CV, versenyek, advanszok, -ok, stb. stb. nekik abszolút kötelező lesz, mert nem engedhetik meg maguknak azt, hogy az őrli leégjen, az őrli uh, amórekkelődjön, és ez a felszerelés ugye pont ezek ellen van, hogy nekik ez a dolog nem is választás lesz, hanem kötelező lesz, és a klánok el fogják várni az emberektől, hogy legyenek ilyen felszerelései. Illetve a random csatákban is szerintem nagyon-nagyon fontos lesz, hiszen ezzel ugye az ilyen idegesítő amórekeket el tudjátok kerülni, gyújtásokat, stb. stb. az olyan tankoknál, aminél ugye ez, uh, ez jelen van, mint például a Superkongnál, nagyon-nagyon gyakran kap ugye amóreket az első görgön, illetve az oldalán, úgyhogy ez nagyon sokat fog rajta segíteni, és tényleg az a 100 HP, amit elveszítek, vagy 50, vagy 70, vagy 80, az nem lényeges. Tehát az, az abszolút nem érdekel, mert sokkal fontosabb. És itt át is térnék egyébként arra, hogy mit gondol... Tehát a legnagyobb problémám ezekkel a felszerelésekkel az az, hogy a rossz tankokat maximum egy picit kellemesebbé teszi, mint mondjuk egy pz et játszani. Kellemesebb lesz, hogy nem minden másik lövésre kap gyújtást, illetve motor sérülést. Ilyen szempontból kellemesebb lesz velük a játék, tehát valamilyen szinten segít rajtuk. én azt gondolom, hogy inkább a jó tankokon fog ez még többet segíteni. Tehát, hogy, hogy fogalmazom ezt meg nektek, srácok. Én azt gondolom, hogy az átlag tankoknál, vagy a rossz tankoknál nem fog sokat segíteni, viszont a jó tankoknál, mint mondjuk Early Chieftain, eszkong, um, tehát amik alapvetően is erősek, még erősebbé teszik őket, hogy értitek, mire gondolok, hogy, hogy igazából még jobban finom hangolni lehet ugye ezeket a járgányokat, és ez szerintem nagyon-nagyon nem hiányzik a játékba. Nem, hogy ez, ez, ezeket a tankokat, nem, hogy még buffolni kéne ugye felszerelésekkel, hanem neki kéne állni, azonnal nerfelni őket, hogy a húdom meta egy picit visszábszoruljon, mert őszintén én azt gondolom, hogy a mostani meta az miről szól, legyen toronypáncélod, legyen jó ágyúd, és tudjál tornyozni, legyen ágyisüllyedésed. És ott van ugye a VZ, ott van az Eskonk, ott van a Krán, mondjuk a Krán azt már nerfelték egyet, de ott van mondjuk az AMX Heavy, ott van a Chieftain, ott van az Zörli, ezeket mind neki kéne állni, azonnal nerfelni, nem pedig a felszerelésekkel még erősebbé tenni. Úgyhogy én nagyon csalódott vagyok az miatt, hogy annak ellenére, hogy a, War, a Wargame-nek jeleztük, hogy ne rakják be ezeket a felszereléseket, berakták őket, hiszen így mintha hogyha, tehát egy, amint, hogyha nem is számítana a véleményünk, tehát így, úgy érzem, hogy teljesen fölöslegesen megkérdezik róla a véleményünket, ha aztán meg fogják, és akkor berakják ugyanúgy, mint volt, vagy mondom még egyszer, nem ugyanúgy, kicsit nerfelik. Úgyhogy nem tudom, srácok, majd mindenképpen írjátok le a véleményeteket erről kommentben, hogy ti mit gondoltok erről, erről, az egész témáról, akinek mindenkit, hogy kultúráltan tegyen ezt meg, mert ilyenkor el szoktak uh, szabadulni az indulatok, és uh, van, amikor egy eléggé uh, trágár módon fogalmazzátok meg a, a, kommenteket, vagyis van olyan ember, hogy arra hogy uh, tényleg ezt kultúrát módon írjátok le, hogy, uh, hogy mit gondoltok erről a témáról. Én azt gondolom, hogy nem ez fogja megölni a World of Tanks-et, de hogy én megnéztem erről a témáról a Skill for a videóját, hogy, hogy ő mit gondol, és pontosan azt tudom mondani, hogy, uh, amit ő is elmond, hogy ez egy, ez egy újabb szög, tudjátok, a koporsóba, amit ugye beüt a, a, a Wargaming a játékkal kapcsolatba. Tehát én jelenleg azt gondolom, hogy a Wargamingnek vannak sokkal, sokkal fontosabb dolgai, és olyan dolgok, amiket a játékosok már nagyon régóta kérnek, és azokat, azokon kéne dolgozni, nem pedig az ilyen, ilyen, ilyen hülyeségeken, hogy van háromfajta felszerelés, és akkor berakunk egy negyedik fajtát. Tehát ne, nem ez kell a játékosoknak, a játékosoknak tankbalansz kell, a játékosoknak pályabalansz kell, a játékosok szeretnének megoldást a mérkőzésekre és ez nem hogy még segít a problémákon, ez még inkább elmélyíti ezeket. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a felszerelés bekerült egyáltalán a játékba, és, és, nem örülök neki, hogy ez így alakult, srácok. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna a videó formájában is megosztani veletek. És szerintem az összes tartalomgyártó ezt fogja veletek megosztani, hogy nem kellene ilyen a játékba, és, és eléggé csalódott, hogy belesztek. De hát most mit tudunk csinálni, ha már ben vannak, akkor nyilván meg használni szeretnétek őket. Úgyhogy, ha hát nem tudom, erről, nekem eléggé uh, erős a véleményem. Ebbe a körben lőttünk gyorsan egy casual 8 k de hát nem volt egy túl nehéz matchmaking nekünk. És láthatjátok egyébként, hogy ez mit tud művelni egy ilyen tank, hogyha még rárakjátok a legjobb felszereléseket, és az ellenfelek abszolút, abszolút esélye nem volt. Úgyhogy, srácok, még egyszer mondom, írjátok le, hogy nektek mi a véleményetek ezekről az új felszerelésekről, és hogyha tetszett a videó, illetve uh, hasznos volt nektek, informatív volt, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, Discord szerverre csatlakozatok, ott ki tudjátok beszélni a közösséggel, hogy ők mit gondolnak róla, illetve van kérdésetek, ott fel tudjátok rakni. És hogyha szeretnének támogatni a munkásságomat, akkor csatornataggá tudtok várni. 157 csatornatagnál járunk jelenleg, 200-nál 12 órás streamer csapatok itt a YouTube csatornámon, úgyhogy ezt érdemes átgondolni, hogy szeretnék támogatni a munkásságomat, illetve lesz egy köszönet gomba a videó alatt, ahol pedig uh, tudod nekem borra hagyni, hogy informatív volt nektek ez a tartalom. Legyen szép napotok srácok, jó csatájtok, és akkor találkozunk a következő videóba, vagy pedig a streamen. Sziasztok!